A központi idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült személyek fejlesztését célzó konduktív pedagógiai módszert dolgozott ki a 20. század derekán Pető András orvos. A róla elnevezett budapesti főiskola munkatársai első alkalommal 2014. októberében végeztek kihelyezett kezelést Erdélyben, Sepsiszentmihályfalván, majd Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Marosvásárhelyen és Kolozsváron is elindították a programot. Az említett helyszíneken fél évente 3-3 hetes időszakban foglalkoznak gyermekekkel és felnőttekkel is. Február 27-ével kezdődően a kolozsvári Betlen Kata diakóniai központban fognak újra tevékenykedni. Stúdiónk vendége Csuka Pál, a budapesti Pető Intézet Kárpát-medencei projekt vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugyanis most ilyen minőségében van itt jelen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. A tevékenységüknek, itt létüknek, gondolom most Erdélyre, pozitív vízhangja volt, lehetett olvasni erről, látni ezzel kapcsolatos híranyagot. Vágjunk bele, mi a Pető gyógymód alapgondolata, miről szól ez a módszer? A Pető professzor úrnak a elképzelés az volt, hogy nem egy nagyon szép hasonlattal ért, nem, az éhezőnek nem halat kell adni, hanem meg kell tanítani, hogy tudjon halat fogni, és akkor minden nap fog tudni enni már. Ugye mi is így vagyunk a sérült gyerekekkel, felnőttekkel, hogy mi is megpróbáljuk őket újból helyreállítani, hogy újból el tudják magukat látni, minden nap életben részt tudjanak venni, folytatni tudják, amit elkezdtek, vagy legalábbis valamilyen magasabb szinten tudják elvégezni ezeket a dolgokat. Honnan származik az elnevezés, hogy konduktív mozgásterápia, de ennek sok variánsát láttam. Igen. Ennek mi a története? A konduktor szót Pető András úgy fogalmazta meg, hogy rávezető a fordításába. A konduktorok igazából nem egy passzív munkát végeznek a beteggel, vagy a klienssel, vagy a gyerekekkel, vagy éppen aki van, hanem aktívan rápróbálják vezetni arra a megoldási módra, hogy hogyan tudja a gyermek vagy a felnőtt elérni azt a mozgást, vagy éppen cselekvést, amit szeretne, hogy tud egy poharat megfogni és abból inni, milyen segítség kell neki esetleg ahhoz, hogyan támassza le a kezét, vagy hogy kell megfogni a poharat, vagy a fejével, hogyan közelítsen, hogy az a pohár víz a szájába kerüljön és nem menjen ki. Hát, hogyha jól értem és érzem azt, amit mond meg, amit olvastam erről a történetről, akkor erősen jelen van egyfajta nevelési szándék is ebben a megközelítésben. Ha meg így van, akkor feltételezem, hogy a beteget, ha így nevezhetjük, nem feltétlenül egy alkatrész agregátumként gondolják, hanem valahogy egészében közelítik. Így van. Amikor mi foglalkozásokat tartunk, akkor nem csak a mozgással foglalkozunk, mert ez egyszerűen lehetetlenség is, mert amikor én mozgást tanítok valakinek, akkor abban van benne iránytanítás is, például egy orientáció, van benne beszéd is, van bent egy szemkontaktus, figyelem. Nem lehet csak mozgást tanítani mi szemléletünkkel. Ez nagyon sok része van, amit össze kell okosan állítani a konduktornak, hogy minden része okosan felhasználható legyen, fejlődjön tőle a gyermek vagy a felnőtt. Hogyan zajlik egy ilyen tevékenység, hogy tudnál leírni? Amiben még nagyon eltérünk ugye, a többi módszertől, ez nem egy-egy arányba megy a fejlesztés, nem bemegyek és foglalkozok egy gyermekkel vagy felnőttel, csoportokat hozunk létre. A csoport nagyon tudja dominálni, nem egy szinten vannak a betegek állapotában, ez úgy szokott kéne, hogy 25% jobb állapotú, 25 nagyon súlyos, és az 50% az a középsúlyos páciensekből, vagy gyerekekből, felnőttekből áll össze. Ez esetlegesen adódik így, vagy dolgoznak ezt azon, össze, hogy ezt mi állítjuk össze. Úgy össze, hogy ez a csoportnak a dinamikája meglegyen, és hogy a csoport is tudja magával vinni az illetőt, tudja motiválni, hogy ha látja a másiktól, hogy megoldott valamit a másiknak, akkor azt én is megpróbálom. Lehet, hogy nem ugyanúgy tudja, ezért van ott a konduktor, ugye a rávezető, hanem megmondja, hogy na látod, ő megcsinálta, de próbáld meg te így, akkor neked is fog sikerülni. Lehet, hogy te nem egy bottal fogod tudni megcsinálni azt, hogy felállj vagy elmenj egy 5 métert, hanem két bottal vagy. Lehet, hogy azt a öltözködést meg tudod oldani, csak nem így fogod fölvenni a pulóvert, de ha így állsz neki, másik kezedet teszed be először, akkor sikerülni fog, hogy fölmenjem rád a póló. Ezt elképzelni is nehéz, mert hogy akinek
az automatizmus szintjén működnek ezek a mozdulatok, gesztusok, az nem tudatosítja. Igen. De gondolom, hogy ez egy rettenetesen nehéz munka egyrészt, így a testtudatnak erre a szintjére visszamenni, és újra konstruálni gyakorlatilag mit? Hát gondolom, hogy az akaratot magát, nem? Hát azt is kell, de ugye egy szét kell választani. Hogy a folyamatot elindítani a szándéktól a tényleges aktusig. Ha arról beszélünk, hogy testtudat, felnőtt sérült emberek, akik 10-20-30-40 évesen sérülnek, ott beszéltünk arról, hogy volt neki már egy testtudata, van egy testképe. Önállal vissza kell építeni, vagy azokra lehet építeni, de van egy újszülött gyerek, aki sérül, születés közben oxigénhiányos állapotból adódóan mozgássérült lesz, annak nincsen. Önállal ki is kell alakítani, hogy legyen egy testsémája, egy testképe. Hogyan működik a diagnózis? A diagnózist azt nálunk orvosok állítják föl, ugyanúgy, mint bárhol a világon, a neurológusoktól megkapjuk, felállítják, megmondják, hogy hemiplégiás, diplégiás, milyen hány végtagra kiterjedő sérülése van. És utána mi fűvényében dolgoznak. Hát utána mi is megvizsgáljuk őket, megnézzük, pont ezért, hogy tudjuk, hogy milyen csoportba, hogyan osszuk be őket. Van egy közel majdnem 45 perces vizsgálat, elbeszélgetünk vele, hogy lássuk az értelmét, a figyelmét, mennyire tud koncentrálni, a beszéde mennyire sérült esetleg, van-e kialakult játéktevékenység a gyerekeknél, tud-e ceruzát fogni, vagy tud-e nyúlni egy pohárért, önállátásában milyen szinten van. És akkor utána állítjuk össze a csoportokat, és úgy kezdjük a foglalkozásokat, és a feladatsort, amit összeállítunk és végzünk, az a gyerekeknél elég játékos, hogy sokszor a 2-3 éves gyerek észre se veszi, hogy feladatokat csinál, mert azt hiszi, hogy óvodában van, mert annyira le lehet azt képezni az ő szintjükre, de azokat a feladatokat minden nap vagy két naponta újból kell átnézni a konduktoroknak és újból belőni, hogy emelni az elvárt feladat megoldást, hogy mindig jól legyen és mindig előre vigyen. Olyan feladatokat nem adunk, amit már könnyen megold a páciens, mának nincs értelme, mindig legyen neki kihívás, és akkor építjük tovább a feladatokat, és visszük a programot is tovább. Nos, hát ennek az egész megközelítésnek, eljárásnak, és most már hát nem kis intézménynek a szelleme, az Pető András, nevezzük így, aki valamikor a 19. század végén születik. Igen. És roppant izgalmas az, ahogy a 20. század elején csatlakozik akár a nyugatosokhoz, tehát annak a történelmi pillanatnak, ebbe a szellemi raszterébe, patternjébe, megemlékezik Márai róla, meg hát többen egy korábbi tévés riportban lehetett hallani, mondjuk Popper Pétert beszélni arról, hogy milyen volt tanítványként, vagy akár munkatársként jelen lenni ebben az intézményben. És hát ő is, meg más is elmondja, hogy nem volt egy problémamentes vállalkozás, egyrészt később a múlt rendszer miatt okozott gondot, hogy hogyan tájolják be az ő tevékenységét, másrészt pedig az orvostudomány szempontjából voltak aggályok, annak ellenére, hogy igen jelentős konkrét sikereket értek el. Milyen volt a megítélése? Hát Pető András egy nagy különc volt. Mindenki így tartotta számon. Ő, amit akart, azt mindig elérte mindenhol. Bement, elmondta, hogy mit akar, és ott hagyta az államtitkárokat, a minisztereket is. Nagyon jó kapcsolata volt, biztosan, mert minden kérése teljesült mindig neki. Ugye így kapott intézetet, mikor ott hagyta a gyógypedagógiai főiskolát, ahol dolgozott előtte, mert ő mondta, hogy az ő módszerét most akkor be akarja bizonyítani. Meg is tehette, hogy a kapott 12 nem ő általa kiválasztott nagyon súlyos felnőtt állapotú emberkét, és ezekkel kellett dolgoznia, úgyhogy nem kapott szakembert, hogy az orvosi egyetemből hozta a tanítványait, a munkatársait, és így Popper Péter is, és többen is dolgoztak nála. Érdekes ember volt, mert nem csak orvosként, hanem ő költő is volt, publikált is nagyon sok mindent, hogy nagyon nagy baráti társaságot vonzott. Amellett, hogy egy nagyon különc ember volt. Intézetet alapít. Most erről mit tud mondani a Pető Intézetről, célokról, eddig elért eredményekről, milyen irányba kívánják fejleszteni? Hát ugye ő megalapította, a
Petőintézetet és elkezdte a képzést, aminek idén van a 50. évfordulója, hogy Pető András képzését beindították, 50 év adták ki az első diplomát hivatalosan, és érdekesség Pető halálának is idén van a 50. évfordulója. Egy nagy hagyatékot hagyott a Hári doktornőre, aki az utódja volt, egy ugyanúgy szintén orvosnő, aki tanítványa is volt az egyetemen, és ő folytatta. Ő fejezte be az igazi főiskolai képzésnek a megvalósítását. A mostani helyzet eléggé ismert elég sok embernek, ugye közel 48 országban van jelen a Pető módszer fejlesztő módszerként. Az intézetnek a világ minden csücskén van és volt kapcsolata. A képzés, ami érdekessége, hogy csak Budapesten létezik konduktorképzés, a mai napig a Pető Intézet a tulajdonos ennek a képzési módszere. Milyen létszámú a főiskola? A főiskola ez egy elég alacsony létszámú főiskola, 300-310 hallgatónk lehet évente, amit az állam támogat. Egy állami főiskolaként működik. De a főiskola mellett van egy nagy gyakorló területe, ahol a hallgatóink a mindennapi gyakorlatot is teljesítik. Ugye ez egy elég nagy monumentális építmény. Ugye, mert ezt tudni kell, hogy a képzés az egy 4 éves BA főiskola, ami egy kicsit különbözik a többi európaitól, mert nem 3, hanem 4 év. Ez azért van, mert nagyon gyakorlatcentrikus. Első éves hallgatóknak az első naptól gyakorlatot kell teljesíteni csoportba, az elmélet mellé rögtön megkapják a gyakorlati tudást is, és ugyanúgy vizsgaköteles tantárgy a gyakorlat nálunk, hogy gyakorlatban is teljesíteni kell tudni, mert különben nincs diploma. Világos. Nos, az, aki kedvet kap hozzá és tanulmányozni, tanulni szeretné, akkor ezek szerint feltétlenül Budapestre kell. Hát eddig ez volt, ugye, mert a világ minden részéből azért jöttek és képeztünk spanyoloktól, izraeliekig, angolokat, oroszokat. Ami nagy előrelépés most ebbe a programnak a keretében, hogy van egy székhelyen kívüli képzést indíthatunk be szeptembertől a miniszter úr engedélyével, ez 15 hallgatónak a felvételét teszi lehetővé Erdélybe, és ez itt Erdélybe is fog megvalósulni, méghozzá Ilyefalván lesz a tömbösített oktatás és gyakorlat. Ez másoddiplomás képzés, hogy már pedagógiai végzettséggel rendelkezőknek a felvétele lesz. Mi volt az indíték annak, hogy itt is jelen vannak, nem csak így az oktatás szempontjából, hanem alapvetően a gyógyító szándék szempontjából? Hát volt ennek az intézményes kerete? Ez egy egyszerű, érdekes történet volt. A előző rektor úrral éppen Chiléből jöttünk vissza egy konferenciáról, ahol ugyanúgy Pető módszert akarnak bevezetni, és akkor beszélgettünk róla, és mondtam, hogy milyen érdekes, mondom, világ minden csücskében ott vagyunk, de határunkon kívül élő magyaroknál nincs. És ezt 2014-ben megkerestük Semjén Zsoltot, hogy mi úgy gondoltuk, hogy akkor, ha már Chile, Ausztráliától Japánig elkezdve mindenhol van Pető intézet, akkor hozzunk létre egy programot arra, hogy ide is meg lehessen hozni ezt a módszert, és támogatást meg is kaptuk, és évente azóta minden évben kapjuk, és fejlesztjük is tovább, hogy így most... És hogy tapasztalják, van-e rá igény, milyen találkozások voltak? Nagyon nagy az igény. Idén félbevallom be, de volt olyan hely, mikor lementünk, nem is hirdettük meg előre nagyon, mert annyira túl jelentkezés volt már. Nagyon nagy az igény rá, nagyon sok helyre kell elmenni, több helyre is. Hát amit tudunk, azt megpróbálunk teljesíteni. Akkor még a végén a márciusi itt létről röviden, hogy hol lehet majd önöket találni. Február 27-től jövünk, új jelentkezőket és gyerekeket, és ugye ez főleg központi idegrendszeri sérült gyerekeket várunk, akár milyen életkorra, felnőtteknél, ami érdekesség lehet, és nem nagyon tudják, hogy a Pető módszer alkalmazása nagyon a szklerózis multiplexre, Parkinson korra is nagyon jó
foglalkozunk afáziásokkal, sztrókusokkal, balesetesekkel is. És őket is szeretettel várjuk. A Betlen diakónián kell bejelentkezni, ott adnak nekik időpontot, hogy mikor jövünk, és 27-től kezdve itt leszünk 3 hétig, hogy első nap rendelék, tanácsadást végzünk, és utána meg is kezdődik rögtön a 3 hetes fejlesztő időszak. Aki Pető munkásságá szeretné közelebbről megismerni, aki érdeklődik az általa képviselt elvek iránt, az milyen íromány, olvasmány után nézhet? Hát a interneten most már elég sok minden rajta van. Nagyon sok minden van angolul, németül, mert Pető professzor ugye a munkája kezdetét azt Ausztriába végezte. Ő ott tanult az Orvosi Egyetemen Bécsbe, és ott volt először tüdőgyógyász. És ott fejlesztette ki aszmásokra a módszert legelőször, és onnan jött haza után, és akkor folytatta nálunk. Nagyon sok mindent meg lehet róla találni, meg az intézetnek egy nagyon jelentős nagy könyvtára van, ahol ugyanúgy, ha érdeklődők vannak, szívesen hozunk, és tesszük közkincsé a élettörténetét. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, és ezeket elmondta nekünk. Hát érdeklődve várjuk a következő alkalmat, amikor ezekről még beszélgetni tudunk, és sok sikert kívánok a nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit szeretettel akkor 27-én.